Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Gyújtópont, a mikrofonnál Király Tamás. Külpolitikáról fogunk beszélgetni méghozzá az orosz-ukrán helyzetről. Meghívott vendégeinkkel, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel, az Alapjogokért Központ elemzőjével itt van velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Illetve Bendazsevszky Antonnal, a Danube Institute kutatási igazgatójával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! No, most, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, február 17-e van, azaz, igen, jól mondtam, február 17-e van, egy nappal vagyunk túl attól a dátumtól, amelyet megjelöltek többet között az amerikai és brit titkosszolgálatok, hogy Oroszországnak meg kellene támadnia Ukrajnát. Kétféle narratíva van. Az egyik az, hogy Oroszország alapból nem is akart tegnap támadni, a másik, hogy a nyugat azzal, hogy nyilvánosságra hozta ezeket az információkat, megállította Oroszországot. Melyik lehet a helyes narratíva? Én azt gondolom, hogy eleve az a narratíva, amely abban a helyzetben van, hogy azt mondja, hogy támadás lesz, könnyebb helyzetben van. Ugyanis én konzekvensen azt képviselem, hogy nem lesz támadás. Ha én tévedek, akkor ebből a szempontból, és mégis támadás lenne, akkor hát nem láttam előre, nem vagyok egy jó, nem tudom, előrelátó, jós, szakértő, stb. Viszont ha az Egyesült Államok nagyon kényelmes pozícióban van, előre jelezték a háborút, ha mégse lesz háború, akkor azt lehet mondani, hogy a diplomácia erőfeszítésének köszönhetően elhárult a veszély. Ha mégis lesz, akkor ugye hát ők megmondták, hogy háború lesz. Tehát ilyen szempontból persze most már sose tudjuk meg, hogy Oroszország valóban tervezett ilyen támadást. Én azt gondolom, hogy stratégiai, gazdasági szempontból egyáltalán nem volt tervben, nem lett volna Oroszország előnyére. Én azt gondolom, hogy azt a kérdést nem tesszük föl, hogy miért pont most támadna Oroszország. Mi változott meg az elmúlt 8 év során, vagy az elmúlt 1 év során is, ami egy ilyen támadást indokolna. Én azt hiszem, hogy akkor járunk helyesen, hogyha emlékszünk arra, hogy Vlagyimir Putyin mit mondott akkor, amikor a magyar miniszterelnökkel tárgyalt. Őt eléggé világosan megmondta, két dolgot. Az egyik az, hogy Oroszország nem akar háborút, Oroszország igazából egy baráti, rokoni érzelmekkel viszonyul Ukrajna felé, ám de van egy vörös vonal, ez pedig az, hogyha Ukrajna területére az Egyesült Államok olyan egységeket telepít, amelyek már Tomahawk rakéták továbbítására, kilövésére alkalmasak, az egy vörös vonal, amit Oroszország nem fog tolerálni. Ehhez képest, mivel ezek nem történtek meg, és ha esetleg abban a szempontból is megvizsgáljuk azt, hogy a hírszerzés az amerikaiak részről mit mondott, akkor szerintem érdekesebb az, hogy az Egyesült Államokban egy fontos választás közeledik, és hát Biden elnöknek a népszerűsége az valahol nagyon messze lent van. Ehhez képest úgy gondolom, hogy egy külpolitikai siker most jól jönne az amerikai kormánynak. És az amerikai lakosság ezt egy külpolitikai sikerként éli meg, hogy Amerika ebben a hidegháborús hangulatban megállította az orosz ellenfelet, és valahol nagyon távol Ukrajnában most akkor az oroszok nem fognak támadni. Ezt ne felejtsük el, hogy az amerikai lakosság szemében Oroszország és Kína mindig is egy megosztó kérdés, mindig is magas a két országgal szembeni elutasítottságnak az aránya. Ugye láttuk, hogy hiába Donald Trump a ciklusa elején kiáltásba helyezte, hogy esetleg javítaná a kapcsolatait Oroszországgal, az amerikai szenátus, az amerikai parlament nem engedte ezt. Tehát gyakorlatilag folytatódtak a szankciók, folytatódott az ellenséges politika Oroszországgal szemben. Tehát látszik, hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy fontos kérdés Amerikában, és a lakosság nagy része nagyon ellenségesen viszonyul Moszkvához. És nyilván ezek a lépések, amelyek az európai biztonsági helyzet a megőrzésére irányulnak, ezek mindig is támogatottságra fognak találni Amerikában. Igen, valóban így van. Én azt hiszem, hogy messze jutottunk, mondjuk, én még emlékszem arra, amikor Ronald Reagan, mint a gonosz birodalmát emlegette a Szovjetuniót. Ehhez képest azért Trump elnök és a mögötte lévő biztonsági stratégák, azok pontosan fölmérték azt, hogy az Egyesült Államok fő kihívója az Kína. Márpedig az Egyesült Államok sok mindent elbír egy hatalmas ország hatalmas hadsereggel, ám de két hatalommal,
Kínával és Oroszországgal egyszerre már nem. Nyilvánvaló, hogy ezért volt az a fajta közeledési szándék az akkori adminisztráció részéről Oroszország felé, hogy Kínával szemben az Egyesült Államok, ha más nem, egy semleges álláspontot tudjon maga mögött az oroszok részéről. Amit most látunk viszont, az meg... Akkor ez azt jelenti, hogy Bidenék egy év alatt ezt az egész ilyen hánypólusú a világkérdést átrendezték? Igen, a fejükben mindenképpen, és azt gondolom, hogy egy stratégiai hibát követnek el, akkor, amikor Oroszországot és Kínát összetolják egyáltalán, hiszen hasonló lépéseket látunk Dél-Kelet-Ázsiában, mint amit most Európa keleti részében az Egyesült Államok részéről. Nem véletlen az, hogy az olimpia alatt egy több mint 20 oldalas megállapodást írt alá az orosz és a kínai elnök. Én annyiban picit máshogy látom, hogy szerintem a kiinduló löket Oroszország részéről jött. Ugye láttuk, hogy tavaly tavasszal már egyszer volt egy ilyen nagy arányú csapat összevonás Ukrajna határában, és pontosan az annak szólt, hogy Joe Biden akkor ugye a ciklus elején járó amerikai elnök jelentette, hogy már pedig ő nem fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, nem is fognak találkozni, és az orosz mozgósítás, az orosz katonai zsarolás következtében mégis ugye többször felhívta, és nyáron létre is jött ez a találkozó. És szerintem ott Moszkvában levonták a tanulságokat, hogy ilyen jellegű nyomásgyakorlás hatásos lehet, és éppen ezért októberben, ugye, amit most látunk, októberben indult meg egy újabb mozgósítás, és szerintem nem azért, hogy lerohanják Ukrajnát, hanem pontosan azért, mert úgy érezték Moszkvában, úgy érezte Vlagyimir Putyin, hogy az időzítés most megvan ahhoz, hogy eléri azokat a feltételeket, amelyekre Moszkva az elmúlt évtizedekben törekszik. Ugye ezt láttuk decemberben az orosz külügy által publikált dokumentumokban. Ugye többek között pont amit elhangzott, hogy az Egyesült Államok leginkább Kínára fókuszálna, azért, mert Európában jelenleg nincs egy markáns olyan vezető, aki képviselni az Európai Uniót, ugye a Németországban van éppen hatalomra került kormány, Franciaországban most éppen elnökválasztások lesznek, közben tart a globális koronavírus járvány, tehát ezek mind olyan tényezők voltak, amelyek azt mutathatták Moszkvában, hogy most jó alkalom lehet arra, hogy még egy kicsit tavasszal bevált, még egy kicsit oda hassunk, és elérjük a céljainkat. És hát egymásnak adják a kilincset az európai vezetők is Moszkvában. Valóban így van, de megengedi, én reflektálnék az elhangzottakra, egy kicsit másképp látom ezt, abból a szempontból, hogy való igaz az, hogy Putyin elnök levonta azt a tanúságot, hogy az amerikaiak felé, ha erőt mutat, az erősíti a tárgyalási pozíciót. Csak közben ne felejtsük el, hogy előtte történt egy belarusz választás utáni, mondjuk úgy, hogy felfordulás. Másrészről az Egyesült Államok döntése alapján Lengyelországba és Romániába amerikai bázisokat telepítettek. Tehát azzal, hogy az Egyesült Államok ezeket az aktív lépéseket megtette, és még egyszer mondom, ezt a fajta bekerítési taktikát alkalmazva lépett, ez nyilvánvaló, hogy az oroszok fejében azért azt is mutatta, hogy Belaruszt elveszteni ők már nem akarják kockáztatni. Ezért valóban így van, hogy erőt kellett mutatniuk az oroszoknak, azzal együtt, hogy én is úgy gondolom, hogy nem akartak háborút. Viszont felmerül az a kérdés, és most nyilván szerintem az, hogy Ukrajna NATO tagságáról szól ez a konfliktus, ez némileg túlzás, hiszen jelen pillanatban nincs aktualitása annak, hogy Ukrajna holnap NATO tag legyen. De egyrészt felmerül a kérdés, hogy hát ha Ukrajna NATO tag szeretne lenni, akkor miért ne lehetne? Hát egy szuverén állam, hát nemzetközi szerződések garantálják, hogy ők csatlakozhassanak. Miért akadályozza, és egyáltalán akadályozhatja ezt így, ilyen formában Oroszország? Itt több dologról beszélünk ebben a viszonylatban. Egyrészt valóban nem rövid távú perspektíva, hogy Ukrajna NATO tagja lenne, ehhez ugye konszenzusos döntés kellene, és tudjuk akár német álláspont alapján, hogy még nem készült fel rá Ukrajna, nem szavaznák meg a tagságát. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban a Ukrajna NATO tagságáról szóló retorika némileg felpörgött, több ígéretet kapott, főleg az Egyesült Államok részéről, hogy ez be fog következni. De nem hülyeség ilyet ígérni?
Hát ígérni bármit lehet. Azt is lehet ígérni, hogy megvédik őket, miközben látjuk, hogy aztán, amikor valódi háborúra kerülhet sor, akkor az Egyesült Államok azt mondja, hogy ó, hát katonailag nem fog beavatkozni, mert ugye az amerikai védelmi miniszter október elején járt Ukrajnában, akkor is elhangzott az ígéret, hogy már pedig Ukrajna NATO lesz előbb-utóbb. Hát, hogy mikor? 10 év? 20 év? 30 év? Vlagyimir Putyin kedden tartott egy sajtótájékoztatót az Olaf Scholz német kancellár találkozója után, és elmondta, hogy ő egyébként érti azt, hogy Ukrajnának nem most van napirenden a NATO tagsága, de Oroszországnak nem elfogadható, ha Ukrajna 10 év múlva, vagy 20 év múlva, vagy 30 év. Tehát ha valaha is a NATO tagja lesz, ez elfogadhatatlan Oroszország számára, ez a hivatalos orosz álláspont. Tehát, hogy Putyin már nem lesz sehol, de Ukrajna akkor se legyen NATO tag. Azzal egészen kitalálom, hogy én volt szerencsém a 99-es NATO csatlakozás belülről az államigazgatásban dolgozva látni. És azért aláhúznám azt, hogy a NATO csatlakozásnak egyik alapfeltétele, hogy a szomszédaival rendezett viszonya kell, hogy legyen az adott belépni szándékozó országnak. Magyarán a NATO nem akar feszültségeket behozni a NATO-n belülre, vagy már ne adj Isten egy eszkalálódott háborús helyzetben lévő országot a soraiba behozni. Tehát ebből a szempontból nagyon messze van még Ukrajna, elég ha a magyarokkal, a románokkal, a lengyelekkel, vagy hát, akár... A határaim belül lévő szeparatistákkal. Pontosan így van, és az orosz konfliktust nézzük, akkor Ukrajnának a NATO csatlakozása jogi szempontból is valóban nagyon messze van. Másrészt, ugye azért Magyarországon van egy mondás, hogy annyira nem vagyunk szegények, hogy ígérni ne tudjunk. Tehát az Egyesült Államok részéről mi magyarok is mondjuk a 56-ban megtapasztaltuk már, hogy már mindjárt jönnek az ejtőernyősök, tartsanak ki a nagyszüleink, és utána tudjuk, hogy milyen szomorú következménye lett ennek. És azért az amerikai elnök részéről is, ugye az teljes egyértelmű a kudarcos NATO kivonulás után, hogy az amerikai belpolitika, ezt már régen mondják, hogy több katonát zsákban nem akarnak hazalátni. Tehát ez egy sarkalatos pontja az amerikai stratégiának, ezt nagyon kevés amerikai elnök kockáztatná meg. Az még annyit hozzáteszek ehhez, hogy ez egy nagyon kényelmes álláspont az Egyesült Államok részéről, hogy hát hogy támogatják katonailag Ukrajnát, most esetleg stratégiai fegyvereket telepítenek Ukrajnába, miközben ha bármilyen feszültség keletkezik Ukrajna és Oroszország között, nem kell beavatkozni, nem kell őket megtámogatni katonailag, akkor mossák kezeiket, hiszen közvetlen szövetségben nincsenek, nem kötelesek arra, hogy megvédjék Ukrajnát. Igen, és azért tegyük azt is hozzá, hogy az Amerikai Egyesült Államok azért egyfajta üzleti politikát is folytat, hiszen olyan fegyvereket vitt idáig Ukrajnába, amelyek nem a csúcs technológiát képviselik, tehát azt a fajta csere rendszert, amivel a modernebb fegyverek kapcsán selejtezik a régieket, ezekből kapnak az ukránok egyrészről, másrészről üzletileg sem utolsó dolog az, ha mondjuk az ukrán hadsereget valaki átszereli, és csak a NATO szabály szerinti lőszerekre átállnak kézi fegyvereknél, és utána abból kell ellátni őket, számos amerikai vállalatnak ez kiváló üzlet lesz. Most még annyit tennék hozzá, hogy picit az általam is elmondottakból úgy tűnik, mintha egy nagyon támadnám az Egyesült Államokat. Tehát, hogy nem, csak azt akartam ezzel mondani, vagy mutatni, hogy nem olyan egyszerű a képlet, hogy minden fekete-fehér. Ez egy geopolitikai játék, megvannak, Amerikának megvannak a maga érdekei, Oroszországnak megvannak a maga érdekei. Most ebben a helyzetben talán Ukrajna az, amelynek a legkevesebb beleszólása van ebbe, és amelynek a feje fölött próbálják eldönteni, úgymond a nagyfiúk a dolgokat, és Ukrajnának hatalmas gazdasági hátránya származik ebből. Csak január végéig több mint 14 milliárd dollárnyi tőke hagyta Ukrajnát, és ugye a háborús hisztéria miatt menekülnek a külföldi vállalatok, ugye a légitársaságok már felfüggesztették a járatokat, a biztosítótársaságok nem biztosítják az ukrán üzleti ágazatokat, tehát ezek mind hatalmas gazdasági kárt okoznak, miközben Ukrajna végig azt állította, hogy hé, nincs semmi probléma, nem lesz itt háború, de hát senki nem hallgat rá. És ezt talán még tegyük hozzá, abszolút egyetértve ezzel, hogy valójában ez a háború az Egyesült Államok és Oroszország között egy hibrid háború, amiben elszenvedői az ukrán emberek igazából ennek, hogy pont ők vannak most rossz helyen, rossz időben. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy a 2014 a Majdan kurzusváltása óta Ukrajnában az életszínvonal folyamatosan romlik.
Tehát még azt sem tudjuk felmutatni az Egyesült Államok részé akár, hogy milyen jó az, hogy most a orosz oligarchákat lecseréltük a nyugatiakra, hogy az emberek jobban élnek, megvan egy gazdasági perspektíva. Pedig ez volt az ígéret. Tehát annak igen. Ehhez képest az elmúlt években Ukrajnában nem mernek népszámlálást tartani, mert a hírek szerint közel 10 millió ember a rábával szavazott, és elhagyta Ukrajnát. Lehet-e olyan pont, amikor akár az ukrán állam, akár az ukrán nemzet azt mondja, hogy hát ebből nekünk köszönjük szépen, de elegünk van és nem kérünk belőle. Lehet-e úgy rendszert váltani Ukrajnába, hogy azt nem külső befolyásoló tényezők hatására teszik, hanem maga a nép mondja, hogy hát ne szórakozzanak már velünk? Hát szerintem erre többször volt példa Ukrajnában. Nyilván mindkét oldal, mind a nyugat részéről, mind Oroszország részéről történnek befolyásolási kísérletek, ez tagadhatatlan, de hát láttuk 2014-ben, vagy 2004-ben is a nép részéről jött az igény, más kérdés, hogy ki támogatott meg ki, de akkor is ez egy alulról jött, hát Oroszországnak mindig az volt a taktikája, hogy a politikai eliteket próbálják megtámogatni, a legmagasabb szinteken szövik a hálójukat, miközben a nyugat inkább a alulról jött kezdeményezéseket, a civil szférát támogatta. Tehát ezek más megközelítések, láttuk, hogy melyik, mikor, hogyan vezetett eredményre. Tehát azt gondolom, hogy rendszert persze lehet váltani, de a közeljövő perspektíva, nem tudom elképzelni olyan perspektívát, hogy egy orosz barát politikai vezetés legyen Ukrajna élén. Olyan magas Oroszország elutasítottsága. Most különböző felmérések vannak, 5-15% közé teszik azoknak a számát, akik el tudnak képzelni baráti kapcsolatokat Oroszországgal. Sokkal magasabb azoknak a száma, tehát van egy jelentős arányuk, azt mondják, hogy ők szeretnének jó kapcsolatban lenni Oroszországgal, de azok, akik egy mondjuk Janukovicshoz hasonló szoros viszont képzelnek Oroszországgal, azoknak nagyon minimális az aránya. Azt, hogy Zelenszky kormánya megbukna, persze, könnyen benne van a pakliban, 2019 óta vezeti az országot, nagy eredmények egyelőre nincsenek, az ígéretek elmaradtak. Más kérdés fel lehet hozni, hogy nagyon sokat költönek háborúra, Kelet-Ukrajnában azért továbbra is zajlik a konfliktus, különböző problémákkal néz szembe az ország, itt a szóba került a népességfogyás, ami tényleg egy nagyon komoly problémája Ukrajnának, csak az elmúlt 5 évben becslések szerint legalább 2 kötője 5 millió ember hagyta el Ukrajnát, ez az elmúlt 5 év. Lengyelországban idény munkások nagyjából 2 millió főre tehetőek, akik állandóan kint dolgoznak egyszerűen, azért mert ott jobbak az életfeltételek, jobbak a fizetések. Tehát persze, kormány, bukás, váltás bármikor lehet, de azt gondolom, hogy jelentősen nem rendezni át a politikai viszonyokat, ráadásul egyébként NATO-t is felhozva, nagyjából a lakosság 60%-a támogatja a NATO-t. Tehát ez az arány egy 6-7 évvel ezelőtt még 40-50% között volt. Igen, én is ezt gondolom, azzal együtt, hogy a Zelenszky kabinet elmúlt napokban tett nyilatkozatai azért azt mutatják, hogy lassan ők is rájönnek arra, hogy egy olyan zsákutcába lavírozták be magukat, ahonnan mindenképpen vissza kellene lépni, mert Ukrajna számára azt a realitást, hogy neki Oroszország földrajzilag és történelmileg is egy meghatározó erő. Azzal szemben nyilvánvaló, hogy az ukrán nemzetnek vannak számos olyan érv az elmúlt történelmi időszakában, ami miatt a függetlenségére kényesen vigyáz, és ezt meg kell érteni. De az a realitás, hogy Ukrajna és Oroszország, ha nem találja meg azt a együttélési feltételrendszert, akkor Ukrajna számára ez a fajta befagyott konfliktus egy gazdasági és politikai cső helyzetet is jelent rövid időn belül. Viszont azért láttuk, hogy tényleg volt valami fajta fordulat az ukrán vezetésnél, és elkezdtek belpolitikai témákkal is foglalkozni, elmondták, hogy azért nincsen háborús hangulat, de a február 16-ai időpont előtt meg valami mégis történt. Ugye ott amerikai és brit titkosszolgálati információkra hivatkozva mondták azt, hogy hát akkor munkaszüneti napot rendelnek el, hogy felkészülnek a támadásra és egyebek.
az csak egy ilyen kommunikációs színjátéknak a része volt, és Ukrajna ott statisztált, vagy ők tényleg azt gondolták, hogy ezen a napon támadni fognak az oroszok? Egyrészt ők soha nem mondták azt, hogy felkészül, hogy 16-án felkészülnek a háborúra. Ez inkább egy ilyen dacos kiállás volt, hogy akkor csak azért is itt Ukrán Nemzeti Egység napja van, hogy megmutatjuk, hogy nem félünk, hogy minden rendben lesz. Ez egy üzenet a lakosság felé is, hogy ne törjön ki pánik, hogy minden rendben legyen. Tehát pont az ellenkezője volt. Én azt gondolom, hogy erről van szó, ugyanakkor persze nehéz, ugye ha valakivel vitatkozok arról, hogy az ukrán vezetés részéről állandóan az üzenet, hogy nem lesz háború, illetve pontosabban az üzenet, hogy nem különbözik a helyzet most attól, ami 6-7-8 évvel ezelőtt volt. Oroszország mindig is egy kihívás, egy veszély volt Ukrajna számára, most is az semmit nem változott. Tehát ez a hivatalos üzenet, és amikor vitatkozok valakikkel arról, hogy akik azt mondják, hogy de már pedig háború lesz, és felhozom ukrán vezetés érvnek, hogy Ukrajna sem így látja, ők azt mondja, jó, hát persze, hát mi más mondhatnának, hiszen ha azt mondják, hogy háború lesz, akkor kitör a pánik, és még inkább összeomlik az ukrán gazdaság. Tehát persze ilyen helyzetben nehéz, mi lenne, ha nehéz igazságot tenni, de én azt gondolom, hogy ők ilyen szempontból, tehát nem látunk például helyi szinten csapatmozgásokat, összpontot. Tehát van egy teritoriális védelem, ami nem tudom, hónapok óta van egy felkészülés arra, hogy esetleg helyi szinten önkéntesek segítségével hogyan tudnának, egy esetleges támadás során hogyan tudnának védekezni. De olyan jellegű csapatösszevonások, mint ami az orosz oldalon van, amikor ugye nagy csapat átcsoportosítások vannak, ilyet nem látunk. Tehát, hogyha Ukrajna azt mondaná, hogy nincs semmi baj, de közben azt látnánk, hogy tehát ugye folyamatosan élőben számolban a nyugati média, hogy Oroszország honnan, hova rendel át csapatokat. Ugye Ukrajna esetében ilyet nem hallunk. Nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, a Lvivi területekről átvinnék a csapatokat, nem tudom, Harkovba. Tehát ilyenről nincs szó. Tehát én azt gondolom, ez alapján látszik, hogy Ukrajna nem úgy számol, hogy itt egy komoly háborúra kerülne sor. Ugyanakkor az egy árulkodó dolog volt, hogy valóban így van, hogy a Zelenszkij kabinet ugye már pont a lakosság megnyugtatására, vagy a külföldi befektetők megnyugtatása érdekében elkezdte azt kommunikálni, hogy tulajdonképpen ők nem látnak olyat, ami okkal emelni a aggodalomra okot adó tényezőknek a számát, de azért számos ukrán parlamenti képviselő és oligarra úgy gondolta, hogy biztonságosabb, ha elhagyja az országot. Igen. Tehát azért volt ebben egy olyan fajta üzenet is, ami meg a Zelenszkij kabinettel szembe ment, pont ezt a kommunikációt ellensúlyozta. Másrésztről itt valóban nem történt az ukránok részéről mondjuk csapatmozgásokban reagálás az orosz hadgyakorlatra az ukrán keleti határ mentén, ám de az oroszok részéről volt egyfajta játék, én úgy gondolom is, hogy egy, és most ha nem véresen komoly lenne, most akkor, de mégis azt mondom, hogy játék, ne felejtsük azt, hogy mondjuk elkezdtek Belarusban is egy hadgyakorlatot. Tehát az ukránoknak most, hogy honnan fogok támadni, melyik irányból fogok jönni, a tengeren elkezdtek, a Fekete-tengernél, a Krímbe csapatokat csoportosítani, tehát úgy mozgatták az orosz erőket, hogy az ukránokat egyfajta kétségek közt tartsák, azzal együtt, hogy meggyőződésem szerint, ha az oroszok valóban támadni szeretnének, akkor az oroszok vannak olyan jó katonák, és vannak olyan jó stratégák, és vannak olyan mélységi információik, akár csak a Donbasson belül is, hogy úgy támadnának, hogy azt az amerikai műholdak nem látnak. De meg lehet ma azt csinálni, hogy úgy hívják be a katonákat, vagy úgy csoportosítanak át katonákat, hogy arról a különböző más titkosszolgálatok nem szereznek tudomást? Nehéz, de most azért ne felejtsük, hogy a Donbászban ott van 4 millió orosz, akik már 8 éve kvázi elszakadtak Ukrajnától. Az elmúlt 8 évben meg is történt, de hogy milyen mértékben nem látjuk, hogy fölfegyverezték őket az oroszok. Tudjuk, kis zöld emberkék voltak, akik ugye Putyin elnök azt mondja, hogy azok nem oroszok, hát nekünk az semmi közünk nincs. Önkéntesek. Így van, kicsit cinikusan nézett bele a kamerába. Na most az elmúlt 8 évben azt a jó Isten tudja megmondani, hogy már mennyi fegyvert halmoztak fel a Donbászba.
és abból a 4 millió oroszból, hogy van-e 150-200 ezer biztos, hogy olyan valaki a Szovjetunió hadseregében szocializálódott, erős orosz nacionalista érzelmekkel rendelkezik, magyarul első csapásmérő egységként oroszoknak akár egy légi támogatásával sokkal egyszerűbben végrehajthatnának egy támadást, mint egy ilyen látványos felvonulással. Én azt gondolom, hogy itt ilyen narratívák ütközése zajlik, mert az Egyesült Államok azt csinálják, amiben jók, kihasználják az információs teret. Mindenhonnan ömlik az információ gyakorlatilag percenként, vagy óránként, hogy mi, hol készülődik. Miközben katonailag ők egyáltalán nem készülnek arra, hogy beszállnak ebbe a konfliktusba. Oroszország részéről nincsenek ilyen információk egyáltalán. Tehát orosz médiát elnézve, mintha semmi nem történne, minden rendben lenne. Inkább ellenkezőleg, hogy ők leközlik az amerikaiak által, tehát ilyen ironikusan közlik le az amerikaiak által publikált információkat, viszont katonailag a potenciál ott van. Tehát ha tényleg akarnának támadni, akkor meg tudnák tenni. Más kérdés, hogy ez milyen jellegű támadás lenne, hogy a különböző forgatókönyvek vannak. De én azt gondolom, a legfontosabb ebben a kérdésben az, hogy az orosz szándék nincs meg hozzá, hogy megtámadják Ukrajnát. Bocsánat, és talán még ez annyit, hogy azt gondolom, hogy azért sincs meg, mert a katonai potenciálja megvan ez Oroszországnak, de a gazdasági potenciál, hogy egy tartós, eszkalálódó helyzetre, ne adj Isten egy ukránoknál egy, mondjuk elmegy Kijevig, és utána egy partizán háborúval szembeni küzdelem, az afganisztáni fiaskót az oroszok is megtanulták. Tehát nem gondolom azt, hogy az orosz vezetés egy ilyen gazdasági kalandot is megkockáztatna. Nem beszélve a szankciókról, mert ha azt mondja Európa, hogy oké, hát ez most azért már tényleg durva volt, és akkor a gázellátásban majd valamit kitalálunk. Én szkeptikus vagyok a szankciókkal. Szankciót Oroszországot nem lehet megtörni, illetve ne felejtsük azt sem, hogy az elmúlt 15-20 évben Oroszország alternatív irányként kiépítette akár a gázhálózatot is Kínával. Tehát igazából, ha pénzre lenne szüksége, Kínától kap, ha high-techre van szüksége, Kínától be tudja szerezni, és a nyersanyagait pedig el tudja. Tehát az Európa sokkal rosszabbul jár, ha gázba például belenyúl. Szerintem nem is tudnák megtenni. Már most nem látom azt a forgatókönyvet, amikor az Egyesült Államok is, és az Európai Unió által felvázolt szankciókat elfogadnák. Egyesült Államok részéről lehet, hogy ez könnyebben menne, hogy az Európai Unió belemegy abba, hogy eltöröljék, nem tudom, a Swiftet, ugye a pénzügyi tranzakciós rendszert, és akkor hogy fizetnek az orosz gázért? Oda viszik, nem tudom, talicskából a pénzt, készpénzt? Vagy az, hogy az Európai Unió 41%-ban függ az orosz gáztól, 27%-ban a kőolajtól, hogy Oroszország, hát nem gondolnám, nem is áll Oroszország érdekében, hogy visszatartsa a gáz, de ha csak egy hétig tartja vissza, nem érkezik, nem tudom, hirtelen elapad, akkor mit tesznek az európai vállalatok? Miből az európai gazdaság olyan nagy károkat szenvedne ettől, hogy ilyen lépéseket egyik állam sem merné megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez is ugyanúgy, ahogy oroszok a katonai nyomással próbálnak zsarolni, blöffölnek, ugyanígy az Európai Unió részéről is ez inkább blöff, mint valódi terv. Blöff, de azzal blöffnek is rossz. Igen, hogy mondjuk az Európai Unió bizonyos mértékig, ha megnézzük már az energiaárak elszabadulását Nyugat-Európában, lábon is lőtte magát. És ne felejtsük azt sem el, hogy ugye miután az energiaárak elindultak látványosan fölfelé Nyugat-Európában, Joe Biden bejelenti, hogy hát tulajdonképpen ők tudnák pótolni cseppfolyós gázzal az Egyesült Államokból, ha az oroszoktól nem szállítanak. Nem teszi hozzá, hogy még a jelenlegi árakhoz képest is lényegesen magasabban, és azt sem teszi hozzá, hogy egyébként tanker kapacitásban a világban nincs annyi tankhajó most, amennyi ki tudná elégíteni azt, ami oroszoktól vezetéken egyszerűen és könnyedén eljut Európába. Tehát itt egy gazdasági térfoglalási küzdelemnek is a szemtanúi vagyunk az Egyesült Államok és Oroszország között. A szabadság részecské. Így van. Én tényleg nem akarok okosabb lenni Putyinnel, de ez a megoldás, amit ő most alkalmaz, hogy hadd gyakorlatozgatnak a határ közelében, hogy azért egy folyamatos bizonytalanságot tart fenn, ez jó Oroszországnak? Nem lenne jobb azt mondani, hogy oké, tényleg hátrébb vonjuk a csapatokat, és tárgyaljunk a szeparatista területeknek a jövőjéről, hogy akkor az jogilag teljesen rendezve legyen. Egyrészt én azt gondolom, hogy a tárgyalások innentől kezdve folytatódni fognak.
Tehát ha most megfelelő lesz az alkalom egy deeszkalációra, ha visszavonulnak az orosz csapatok, akkor nem állnak le a tárgyalások. Az elmúlt hetekben intenzívan folynak. Ugyanúgy folytatódni fognak, hiszen mivel Oroszország már egyszer felmutatta a lehetőséget, a képességet arra, hogy katonai úton zsarolja meg Ukrajnát és Európát, ez később is meg fogja tudni tenni. Tehát most az orosz követeléseket valamilyen módon meg fogják hallgatni. Én azt gondolom, hogy még ha nem is olyan szinten, nem is olyan feltételekkel, mint amit Oroszország felvázol, de valamilyen közeledésre, álláspontok közeledésére lesz lehetőség a jövőben. És most egy nagyon remek alkalom a deeszkalációhoz, hiszen Oroszországnak arcveszteség nélkül is lehetősége van kilépni, most viccre foghatja az egész helyzetet. És most ugye, ez is történik. És ez is történik, hát hogyha megnézzük, tegnap nagyot nevettem a Maria Zaharova, akit egyébként nem annyira, tehát vannak megosztó megnyilvánulásai, az orosz külügynek a szóvivője. Tegnap azzal kezdte sajtótájékoztatóját, hogy ismét egy meg nem támadási napra ébredtünk. Igen, és azt hiszem ő mondta azt is, hogy majd szóljanak, hogy mi lesz a következő támadási dátum, mert akkor ahhoz igazítom a szabadságomat, ez meg mai hír. Ezt még nem olvastam, de ugye szerdára várt az Egyesült Államok a támadást, és kedden este az összes orosz állami hírügynökségben az volt a vezető hír, hogy Kreml üzenni Kijevnek, hogy állítsák be az ébresztő órák. Különben elaludják az orosz támadásnak a tényét. Tehát ezek a viccelődés általi deeszkaláció, most viccet csinálunk a nyugatból, a nyugati vezetőkből, azért remek alkalom lenne arra, hogy csökkentsék a feszültséget. Én bízom benne, hogy ez fog történni, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a tárgyalások ezzel nem fognak leállni. Tehát maga az a tény, hogy Oroszországgal most leültek tárgyalni, folytatódnak. Ugye európai vezetők hétről hétre Moszkvába járulnak Vlagyimir Putyin elé. Ez azt mutatja, hogy van egy szándék a diplomácia rendezésre. És szerintem legalább ilyen fontos még két üzenet ebben a történetben, abszolút egyetértve, amit az előbb hallottunk. Az egyik az, hogy Putyin elnök a saját nemzete előtt bebizonyította egy, hogy ő megvédi az orosz emberek érdekeit. Kettő, ő a higgadt vezető, aki, hogy úgy tetszik, komolyan veszik a világban. Hozzájárulnak, mint egy audienciára a nyugati politikusok, tehát Oroszország újra visszaült a nagyhatalmak asztalához. Ez egy nagyon fontos üzenet az orosz emberek egóját nézve. Ez az orosz embereknek ez tetszik, és úgy, hogy közben nem kell háborút folytatni. Ezért egyszerűen az erőpolitikáját, ezek a megnyilvánulások, amiket hallottunk, az orosz külügyminisztériumt, és ne felejtsük el Lavrovot, amikor a brit külügyminiszter hölgyet úgy teszi helyre, hogy, és ez egy, megint csak egy árukodó dolog, hogy a brit diplomácia, ami az elmúlt 150-200 évben nagyjátette Nagy-Britániát, annak most egy olyan külügyminisztere van, aki éppen azt se tudja, hogy hol jár, és egyik város vagy a másik országban most éppen Kijevhez tartozik, vagy Moszkvához tartozik, és az orosz külügyminiszter, mint egy rossz tanulónak úgy megsimogatja a fejét. Ergo Oroszország... Így van, pontosan. Tehát Oroszország ebből a szempontból most egy kioktató, és megengedheti, furcsa az oroszoktól ezt mondani, de hogy humorral is kezelik mindezt, azzal együtt, hogy én is azt gondolom, hogy innentől kezdve van az a pozíció az oroszok részről is, hogy engedhetnek, és egy észszerű kompromisszum felé el tud menni arcveszteség nélkül. Csak és hogy nyugat hagyja-e, mert ha most a sok-sok ilyen mémmé vált amerikai meg nyugati sztori után még akkor nekük tárgyalni kell és megegyezni, az meg lehet egy olyan üzenet a világnak, hogy egy sikertelen Afganisztán után most még az oroszok is leiskoláztak minket. Van egy ilyen olvasata, de azt gondolom, hogy alapvetően, ha már többször hallottok elhangozni nyugati vezetők részéről, hogy ők a diplomáciai megoldásra törekednek. Én azt gondolom, hogy ez a sáv, az a diplomáciai sáv, ezen fog haladni a világ. Pláne, hogy ugye, hogy a beszélgetésünk elején elhangzott, hogy lehet, hogy azért, hogy az a narratíva lehet, hogy azért nem volt támadás, mert előre megmondtuk, tehát elhárítottuk ezt a veszélyt, úgymond a nyugat részéről. Visszatereltük Oroszországot a diplomácia asztalához. Így van, és én és egyébként abból ítélve, amit az európai vezetők, ugye
Putyin elé járóval elmondták, a Olaf Scholz, vagy Emmanuel Macron, Macron például orosz traumákról beszélt, hogy Oroszországot annyi trauma ért az elmúlt két évtizedben, hogy muszáj valamit reagálni erre, mármint Oroszországnak megfelelő reakciót küldeni. Olaf Scholz pedig többek között azt mondta, hogy az európai biztonsági rendszer elképzelhetetlen Oroszország nélkül. Ezek számomra mind azt jelzik, hogy továbbra is lesz egy diplomáciai megoldásra való készség, bárhogy is alakul a katonai helyzet, mármint hogy elvonják-e a csapatokat, vagy sem. Szerintem az alapvető kérdés a következő hetekben az lesz, hogy az Európai Unió is képes lesz-e újra pozícionálni magát, és önálló játékosként a saját érdekeit megjelenítve tárgyalni, és nem egyszerűen csak, hogy úgy mondjam, kontrázni az amerikaiak húzta zenére, hanem valóban az amerikaiakkal szemben az európai gazdasági és politikai és biztonsági érdekeket megjeleníteni. Lesz olyan politikus az unión belül, akár... Németország, Franciaország, vagy ne adj Isten az unió vezetése részére. Bocsánat, még annyi, hogy azért nagyon nehéz helyzetben voltak mind Ukrajnában, mind az Európai Unióban, amikor folyamatosan azok a hírek érik őket az Egyesült Államokból, hogy ugye részletes műholdfelvételek, információk, pláne amikor az amerikai titkos szolgálatok mondják azt, hogy itt nagyon biztos információik vannak arra vonatkozólag, hogy lesz valamilyen orosz katonai agresszió, akkor erre nem lehet azt mondani, nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert utólag, ha mégis lesz egy agresszió, akkor ugye azt mutatja, hogy ők nem cselekedtek helyesen. Megkapták a jelzést ugye a szövetségesektől, és nem vették figyelembe. Tehát ilyen helyzetben, hogy Ukrajnának is, hogyha több ugye a brit titkos szolgálat, az amerikai titkos szolgálat, kapják az információkat, hogy már pedig itt támadás lesz, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy hát de az SBO, a mi titkos szolgálatunk pedig azt mondja, hogy minden rendben van, hiszen ilyenkor eleve az a feltételezés, hogy hát sokkal nagyobb kapacitásokkal, erőforrásokkal rendelkeznek, mint mi itt helyben, tehát csak jobban tudják. Hát én megkérdeztem a honvédelmi minisztert még hétfőn, hogy ők kaptak-e olyan titkosszolgálati információkat, ami alapján valószínűsíthető szerdán a támadás, és nyilván nagyon udvariasan azt mondta, hogy hát a mi elemzőink másra jutottak, más következtetést vontak le. És akkor ide tenném fel végezetül azt az utolsó kérdést, hogy látják Amerikának a szerepét? Nagyon sokan azt mondják, hogy az amerikai úgymond birodalomnak a felemelkedése az most már megállt, és inkább hanyatlóban van, miközben Kína, India és sok esetben Oroszországot is említik, hogy azok meg jönnek fel, vagy újra jönnek fel, vagy újra megerősödnek. Én azt gondolom, hogy egy dolgot biztosan kimondhatunk, hogy az egypólusú világ, ami a 90 után kialakult, az megszűnt. Az, hogy rendezkedik be újra a világ, és ez kétpólusú lesz, és Kína és az Egyesült Államok versenyfutását látjuk, szerintem az attól fog... vagy azon fog múlni, hogy Kína képes lesz egy új szövetségi struktúrát maga körül létrehozni. Látjuk, hogy nagyon aktívak Afrikában, Dél-Amerikában a kínaiak, de Európa felé is próbálnak gesztusokat tenni. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy egy kínai-amerikai versenyfutást látunk, és azért ebben a kérdéskörben Oroszország, ha gazdaságilag nem is, de katonailag és nyersanyag potenciáját tekintve mindenképpen egy harmadik, hogy úgy mondjam, sötét lóként itt van, és sajnálatos dolog, de én nem látom azt, hogy Európa ebben a versenyfutásban egyáltalán feltérdelt volna a rajthoz. Én nem gondolom azt, hogy őszintén szóval, hogy Amerikát temetni kellene. Az amerikai hanyatlás már évtizedek óta mondják, gyakorlatilag a vietnámi háború óta állandóan temetik Amerikát, hogy most aztán tényleg vége az amerikai hatalomnak, és eddig nem következett be. Tehát azt szerintem nyugodtan kijelenthet, hogy az Egyesült Államok továbbra is a világ legerősebb állama, katonailag is, gazdaságilag is. Kína jön fel, tehát az biztos, hogy a következő évtizedeknek a játéka lesz, a fejleménye lesz, hogy Kína és az Egyesült Államok hogyan tudnak megbirkózni a világ hatalomért, úgymond, és ki milyen szövetségi rendszer tud fenntartani és kiépíteni. Én ebben a helyzetben Oroszország pozícióját nem látom. Nem egyszerűen gazdaságilag nincs meg, katonailag igen, de katonai potenciál által próbálja magát helyezni, ugye ezt láttuk Szíriában, most Ukrajnában, de
hosszú távon nem látom azt a potenciált, ami a többi játékosnak megvan. A 2000-es években megvolt az úgynevezett BRICS csoport, amelytől Oroszország is a megváltást várta, hogy ez lesz az új szövetségi rendszer, vagy az olyan új rendszer, amely a multipoláris világrendnek az alapjait fogja lefektetni, és Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, hogy mindenki majd, hát ha nem is megelőzi, de legalább egy szinten lesz az Egyesült Államokkal a potenciált, a gazdasági teljesítményt tekintve. Azóta látjuk, hogy a BRICS nem váltotta be az ígéreteit, alig beszélnek már a BRICS csoportról, némileg feledésbe merült. Az Egyesült Államok mi mindig ott van a porondon, és ugye látszik, hogy Kína a legfontosabb kihívója. Tehát ilyen szempontból inkább erre a két államra kellene figyelni a jövőben. Egyáltalán nem írnám le az Egyesült Államok szerepét. Horváth Józseffel és Bendarzsevszky Antonnal beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük. És a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, a mai adást Tóth Szente Lili szerkesztette, és arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hiszen így folyamatosan értesítéseket kapnak az újabb és újabb videókról. Köszönjük!